Nagy szeretettel köszöntök minden kedves diákot és minden történelem iránt érdeklődőt. Ez alkalommal az őszi rózsás forradalomról és a tanácsköztársaságról fogunk beszélni. Hát Magyarországnak az egyik legnehezebb időszaka ez, a 20. század eleje, hogy aztán folytatódjon a még nehezebb időszakokkal. De ez az időszak, ez a néhány hónap, ez a 144 és 133 nap, amiről beszélni fogunk, ez valóban tulajdonképpen olyan érzéseket keltett az emberekben, mintha az egész világ a feje tetejére állt volna. Ugye 144 napig tartott az őszi rózsás forradalom időszaka, illetve az az időszak, amit ez ölel fel, és a dicsőséges 130 nap, ahogy még a Kádár korszakban is említették, az pedig a tanácsköztársaság időszaka volt. Na nézzük, hogy milyen folyamatok játszódtak le ebben az időben. Ugye Magyarország ebben az időben éppen az első világháborúban az egyik főszereplő sajnos, és 1918. október 17-én Tisza István, aki ekkor már ugye nem miniszterelnök, de a kormánypártnak a vezetője, és akiről tudjuk, hogy először ellenezte a Magyarországnak a hadbelépését, illetve a háború kirobbantását, Tisza István bejelenti a parlamentben, hogy ezt a háborút elvesztettük. Azt mondja, hogy ő nem akar játszani a szavakkal, de elismeri azt, amit Károlyi Mihály mond, az ellenzék vezetője, hogy ezt a háborút igenis elvesztettük. Na most azt el lehet képzelni, hogy ez hogy hatott azokra a személyekre, akiket pedig éppen vittek még ki a pályaudvarokra, hogy induljanak el a frontvonalra, és aztán nagy eséllyel, hát nem élik túl, vagy pedig jobb esetben hadifogságba esnek. A Vekerle kormány 23-án le is mondott, október 23-án, és ekkor viszont már tulajdonképpen szinte mindenki követelte, vagy nagyon sok mindenki azt követelte, hogy az ellenzék kerüljön hatalomra, jelesül gróf Károlyi Mihály hatalmát szerették volna sokan látni. Ebben az időszakban ugye Budapest utcáit ellették a tömegek, nagyon sokan, főleg katonák, ugye, akik hazajöttek a frontról, és nem álltak még munkába, vagy éppen vissza kellett menniük a frontra, egyszerűen több százezres tömegek hömpölyögtek Budapest utcáin, akik azt követelték, hogy az uralkodó nevezze ki gróf Károlyi Mihályt, az ellenzék vezetőjét miniszterelnöknek. Már 28-án, október 28-án át akart vonulni egy tömeg a budai várba, hogy ezt kieszközölje, de itt még a karhatalom ellene állt. Ezt nevezzük az úgynevezett Lánchídi csatának, aminek három halálos áldozata is volt. Közben megalakult a Magyar Nemzeti Tanács az ellenzéki pártokból, a Károlyi féle pártból, a Polgári Radikális pártból és a Szociáldemokrata pártból, és ez a bizonyos Nemzeti Tanács vezeti az elkövetkezendő napokban majd Magyarországot, ugyanis mind az alsóház, mind a felsőház igazából feloszlatta magát, illetve az alsóház feloszlatta magát, a főrendi ház, a felsőház pedig felfüggesztette a működését. A Nemzeti Tanács pedig ettől kezdve tulajdonképpen törvényhozó hatalomként is fellép. Katonatanácsok alakulnak, és ezek a katonatanácsok hát különböző feladatokat látnak el, részben karhatalmi feladatokat, de bizonyos szempontból döntéshozó feladatokat is, és valószínűleg egyébként hozzájuk köthető, vagy az ő embereikhez köthető Tisza István meggyilkolása is. Tisza István, ugye, akit ekkor már a háború főfelelősének kiáltottak ki Magyarországon, a Hermina úti villában tartózkodott, a feleségével és az unokahúgával, és egyszer csak katonák megjelentek, és azt mondták, hogy ők történelmi igazságszolgáltatás miatt jöttek, elindult egy dulakodás, és aztán gyilkolták Tisza Istvánt, aki ellen mellesleg korábban is több merényletet próbáltak elkövetni. Tehát Tisza István volt gyakorlatilag a világháborúnak szinte az utolsó áldozata. Károlyi miniszterelnöki kinevezése után ugye hozzálátott a dolgoknak úgymond a rendbetételéhez. Károlyi Mihály egy pacifista politikát kívánt folytatni, és úgy gondolta, hogy Magyarország, ha mindenben betartja majd az Antannak a követeléseit, akkor igazából jó elbánásban részesül. Károlyi szerette volna megőrizni Magyarország területi integritását, és ezért mindenképpen szeretett volna elmenni majd a békekonferenciára is, ami majd igazából csak 19. januárjában nyílik meg, ugye a Párizs környéki kastélyokban tulajdonképpen. Viszont előtte, mivel a padovai fegyverszünet csak az olasz front ügyeit rendezte, a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokra megy el azért,
hogy Magyarországnak minél kedvezőbb elbírálást biztosítson, és egyébként is Károlyról köztudott volt, hogy jó Antant kapcsolatokkal rendelkezik. Na most a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon csalódnia kell, mert egyáltalán nem méltányos az, ahogy Magyarországgal bánnak, és nem arról van szó, hogy Magyarországot partnernek tekintik, egyértelműen vesztesfélnek tekintik Magyarországot, és közlik azt, hogy az a vonal, ahova a magyar csapatoknak vissza kell vonulnia, az a Maros, Szeged, illetve a Pécstől északra lévő vonal, tehát oda, a mögé kell majd a magyaroknak visszavonulni, és meg is kezdik az Antant, illetve szerb csapatok a bevonulást erre a bizonyos területre. Persze megígérik, hogy a magyar közigazgatás maradhat, de hát igazából nem ez történik, hanem mindenhonnan elzavarják a magyar tisztviselőket, helyenként meglincselik, úgyhogy egy súlyos következményei vannak ennek a bizonyos belgrádi egyezménynek is, illetve annak, hogy a különböző szomszéd népek egyre erőteljesebben nyomulnak be Magyarország területére. Na most ugye, mi a helyzet az államformával? Mit szeretnének? Károlyi ezekben a napokban úgy tűnik, hogy még egy alkotmányos királyságot akart. Azt szerette volna, hogyha ha megmarad IV. Károly, ugye 1916-ban meghalt Ferenc József, és az új uralkodó IV. Károly lett. Ha IV. Károly megmarad, és mondjuk egy ilyen alkotmányos királyság jön létre Magyarországon. Ugye Ausztriában 12-én, november 12-én kikiáltották a köztársaságot. Na most ugye IV. Károly uralma ott okafogyottá vált. November 13-án megkeresi egy küldöttség IV. Károlyt, és kérik, hogy akkor a magyar trónról is mondjon le, mert Magyarországon is a köztársaság irányába szeretnének tovább menni. Hát ugye feljegyezték, hogy IV. Károly sírva, zokogva, de úgymond lemondott az államügyek viteléről, vagyis felfüggesztette ő is az uralkodói tevékenységét. Ez azért lényeges, mert majd később lesz neki több kísérlete arra, hogy a magyar trónra visszajöjjön. Magyarország tehát úgy határoz, hogy a köztársaság irányába szeretne tovább menni. Ahogy mondják, mindenkitől független, önálló köztársasággá szeretnének válni. Az egy rejtély, hogy amikor kikiáltották ezt a parlament kupola termében, illetve utána a Kossuth téren, a nyilvánossággal is közölték, hogy hogyan lett ebből népköztársaság, de valószínűleg a demokratikus jellegét akarták még inkább hangsúlyozni. Ugye itt lehet látni ezeken a plakátokon is, hogy itt is még köztársaságról van szó, és hogy a köztársaság elnökének akarják Károlyi Mihályt. Hát ez megint egy bonyolult dolog, hogy tulajdonképpen hogy képzelték el az államformát. Jelenleg Magyarországon az államfői szerepet is igazából a Nemzeti Tanács töltötte be. Károlyi Mihály hatalomra kerülése után, bár nagyon nehéz a nemzetközi helyzet, és nagyon súlyos helyzetben van az ország, azért igyekszik a programját megvalósítani, amiben a már említett területi integritás megőrzése mellett helyet kapott az is, hogy például választójogi reformot szeretne bevezetni, a nőkre is ki akarja terjeszteni ezt az általános választójogot a 24 éven felüli nőkre, illetve a 21 éven felüli férfiakra. Természetesen az további tárgyalások kérdése, hogy milyen cenzus, milyen vagyoni vagy iskolai végzettséghez köthető cenzus marad majd érvényben. De a demokratikus szabadságjogokat mindenképpen igyekszik kiterjeszteni, és Magyarországon egy demokratikus polgári állam kiépítése kezdődik meg Károlyi Mihály vezetésével. Az más kérdés, hogy ugye a 144 nap erre nagyon kevés. Földreformot is igyekszik elindítani. A választójogi reformra egyébként még visszatérve, igazából Károlyi uralma alatt nincs választás Magyarországon, ez több szempontból is probléma, egyrészt kiábrándulnak a hatalmából, többen emiatt távolodnak el tőle, illetve nincs úgy legitimizálva az ő hatalma, mintha választásokkal érte volna el ezt a fajta hatalmat, mint amit Németországban és Ausztriában egyébként megcsináltak. Ugye a földreform, hát jó példát akar mutatni, és a képen látszik is, hogy Kápolnán a saját ősi birtokát kezdi el felosztani, de ez a földreform sem tud átütő sikert elérni, illetve ezt sem tudja majd megvalósítani a későbbi lemondása miatt, illetve különböző szociális intézkedéseket munkabérre, munkaidőre vonatkozóan kíván még bevezetni.
1919. januárjában egyébként köztársasági elnök lesz, köztársasági elnökké választják meg, és Berinkei Dénes lesz majd a miniszterelnök. Tehát Magyarország államformája is azért egyre inkább rendeződik, azok a kérdések, hogy ki a végrehajtó, ki a törvényhozó hatalomnak a képviselője, azért ezek a dolgok is rendeződnek egyre inkább, de ahogy mondom, a választást azt nem sikerül megoldani. Ami végül Károlynak a bukását fogja okozni, az nem a belpolitika, bár az elégedetlenség növekszik vele kapcsolatosan, hanem igazából a hadi helyzet, hogy úgy mondjam. Ugye Károly elkövette azt a hibát, hogy feloszlatta a hadsereget. És azt a Linder Bélát tette meg hadügyminiszternek, aki nemes egyszerűséggel kijelentette, soha többé katonát nem akarok látni. Hát az egy elég érdekes mondat, egy éppen kinevezett hadügyminisztertől. Mondta ezt akkor, amikor Magyarországon nagyon nagy szükség lett volna katonaságra, hogyha meg akarjuk tartani a területeinket. Azt szokták mondani Károlyra, hogy Wilsoni pontokat állított az országhatárra katonák helyett. Jól lehet ez a szétzilált és megcsappant katonaság valószínűleg nem tudta volna megvédeni a határokat, de ez, hogy gyakorlatilag feloszlatta a hadsereget, ez még ezt a kevés reményt is szertefoszlatta, és a szerb, román és cseh csapatok, akik nagyon sikeresen lobbiztak egyébként az Antant hatalmaknál, elkezdik az országot minden irányból megszállni. Északról jönnek a cseh csapatok, ugye kelet felől megindulnak a románok, a szerbek pedig dél felől, és nagyon sikeresen, gyakorlatilag a románok szinte csúcsáig egy puskalövés nélkül jönnek, és nincs jelentős erő, aki szembeszállna velük, és Károlynak ez a pacifista politikája, ez meg igazából nem tesz ez ellen legalábbis fegyveresen semmit, hanem abban bízik, hogy majd a nagyhatalmak akkor majd megkönnyörülnek rajtunk. Aztán később felismeri ő, hogy ez egy hibás politika volt, csak akkor már késő. Na most ugye, amikor Károly elkezdi újra szervezni a hadsereget, és rájön arra, hogy nem lehet katonák nélkül védeni ezt az országot, akkor érkezik meg Magyarországra az úgynevezett VIX jegyzék, amit nem VIX alezredes fogalmazott meg, de ugye ő közvetítette Magyarországra. És ez tulajdonképpen olyan változásokat eredményez, hogy létre kell hozni a román és a magyar sereg között egy semleges zónát. De ebben a semleges zónában már például benne van Debrecen, Nagyvárad, Békéscsaba, illetve az Arad és Szeged közötti területet is jelenti. Ezt ki kell üríteni, ezt a területet, és aztán majd meg kell várni a békeszerződésnek a határozatát. Ugye Károlyi azon gondolkozik, hogy mit lehet csinálni egy ilyen nyilatkozattal ezt, illetve egy ilyen jegyzékkel ezt el kell fogadni, vagy nem kell elfogadni. Először megkeresi ugye Bethlen Istvánt, és gróf Bethlen István, a konzervatívok egyik vezetője, a felajánlott koalíciót vagy szövetséget nem fogadja el, és utána baloldalon tapogatózik, és ekkor úgy gondolja, hogy a szociáldemokratáknak adja át a hatalmat, mert ő a VIX jegyzéket nem hajlandó elfogadni, és ebbe ő nem szeretne belemenni. Na most ugye ezután jön az, ami tulajdonképpen egy puccs, hogy Károlyi úgy tudja, hogy a szociáldemokratáknak adta át a hatalmat. Viszont a szociáldemokraták az ekkor nagyon népszerű kommunistákat megkeresik a börtönben, hogy mit keresnek ők a börtönben. Ugye mind szélső jobb oldalról, mind szélső bal oldalról támadják már a Károlyi kormányt, illetve ezt a demokratikus berendezkedést, ami akkor volt. Megalakul a MOVE, ugye Gömbös Gyula vezetésével a szélső jobb is támadja ezeket vagy ezt az időszakot, illetve megalakul Kumbéla vezetésével a kommunisták magyarországi pártja, akik megérkeznek orosz fogságból, ahol a kommunista eszmével megismerkedtek, és a proletár diktatúra megvalósítását szándékoznak végrehajtani Magyarországon is. Ő akkor bebörtönözte például Kumbéláikat, ezért voltak tehát ők a börtönben. Viszont amikor átadja a hatalmat Károly a szociáldemokratáknak, akkor ők azt mondják, hogy egy koalíciót kötnek a kommunistákkal, de valójában itt egy proletár diktatúra kiépítése kezdődik el. Károlyi igazából a neki tulajdonított nyilatkozatról is később értesül, hogy mintha ő a kommunistáknak adta volna át a hatalmat. A Mindenkihez című kiáltvány megjelenik,
utcai plakátokon, és közhírré teszik, hogy az országot az összeomlás anarchiájától csak a szocializmus és a kommunizmus megteremtése mentheti meg. Mi volt az, ami a kommunistákat annyira népszerűvé tette, mondjuk a honvédelem szempontjából? Hát igazából arról volt szó, hogy az egyetlen szövetséges, akire még Magyarország számíthatott, az a Szovjetunió. És tudták azt, hogy Kun Béla személyes kapcsolatban van Leninnel, tehát személyesen ismeri Lenint, állítólag szokott is vele beszélgetni, úgyhogy a szovjet vörös hadsereg az majd jön és segít a magyaroknak az Antant ellen is akár, illetve a benyomuló népek ellen. Magyarországot jelképesen is és valóságosan is vörös színekbe öltöztetik, megalakul ugye a forradalmi kormányzótanács, aminek papíron Garbai Sándor a miniszterelnöke, de valójában minden hatalom Kun Béla kezében van, aki a külügyi népbiztosi, magyarul a külügyminiszteri posztot tölti be. Elkezdik azokat a neveket felvenni, amiket ugye Szovjetunióban láttak, például a tanácsok országos gyűlése veszi át a parlament helyét, a rendőrségnek a neve Vörös Őrség lesz, a legfontosabb újságjuk ugye a Vörös Újság nevet kapja, és elindul az a folyamat, ami a proletár diktatúrának a kiépítése. Természetesen ezt az időszakot sokan ellenzik, és sokan nem ünneplik a kommunista hatalomátvételt, ő ellenük viszont be lehet vetni a Lenin fiúkat, amely tulajdonképpen a karhatalomnak a terrorszervezete. Amikor lázadások törnek ki valahol, vagy nem akarják mondjuk beszolgáltatni a termést, vagy nem akarnak bevonulni majd a mozgósításkor, akkor azon a helyen megjelennek a Lenin fiúk, a Cserny József vezetésével, vagy Samueli Tibor, akár személyesen, és aztán nyílt terrorként felakasztanak embereket a falvaknak a főterén, vagy sortüzek dördülnek el a városoknak a főterén. Itt tennék egy kis kitérőt, ugye Samueli Tibor a vezetője ennek az osztagnak. És nagyon sokszor mondják azt, személyre vetik például a tanácsköztársaság időszakának, hogy nagyon sok zsidó származású személy volt, és igazából később azt kezdik mondani a Horthy korszakban bizonyos politikusok, hogy a zsidók a dualizmus idején átvették a gazdasági hatalmat, és lám-lám most a 20. század elején már a politikai hatalmat is át akarják venni, illetve az államhatalmat is át akarják venni, és ezt arra használják bizonyítékként, hogy ugye Samueli Tibor például, Kun Béla és nagyon sokan mások zsidó származásúak. Itt azért egy megjegyzést mindenképpen tennék, hogy ezek a személyek, ezek nem azért voltak a kommunista mozgalomban, mert zsidók, hanem ezek a személyek pontosan, hogy elfordultak a zsidó származásuktól, és igazából hátat fordítottak mondjuk a vallásuknak is, és ők egy olyan eszmének a követői kezdtek lenni, amelyik ugye ateista, és a világproletáriai egyesületek a népek nagy összefogását, nagy összeolvadását hangsúlyozza egy ateista világnézet mellett. Például Samueli Tibornak az édesapja, Samueli Baruch, egy nyíregyházi terménykereskedő, az egyik első személy, aki betelepült Nyíregyházára, az egyik első zsidó származású személy, és ráadásul vallásos zsidó személyről van szó, és az ő fia viszont a nagyvárosban, illetve hát orosz hatásra kommunistává vált, és utána pedig a vörös terror vezetője lett. Aztán őt később, mikor elfogták, akkor öngyilkosságot követett el. Tehát ennyit magyarázatképpen arról, hogy a zsidók okozták itt a tanácsköztársaságot. Ugye ezek a terror szervezetek egyébként, a vörös terrort alkalmazó Lenin fiúk és a Samuelinek a követői, ezek többször felléptek például a parasztlázadások ellen, illetve az olyan lázadások vagy engedetlenségek ellen, akik nem értettek egyet a rendszerrel és próbálták felemelni a szavukat, és hát nagyon komoly lincseléseket rendeztek. A tanácskormánynak ugye a pozitív intézkedéseit szokták említeni, például az első olyan választás volt Magyarországon a tanácsköztársaság ideje alatt, amikor a nőket is bevonták ebbe, igaz, hogy egy pártrendszeri választás volt, de valóban szavazhattak a nők is. Elkezdték azokat a folyamatokat egyébként, hogy a szegényeknek a felemelését, lakást adtak a szegényeknek, a Balatonon üdültettek szegény gyerekeket, tehát mindenképpen voltak persze ilyen intézkedéseik, ilyen szociális intézkedéseik is, viszont elmaradt a földreform, ami miatt a parasztság
Sokan már kezdetben sem lelkesedtek, értük, de aztán akik lelkesedtek, azok közül is többen elfordultak tőlük, illetve az államosítások beindulnak, ugye állami tulajdonba vették az üzemeket, illetve a földbirtokokkal is ezt tették később, viszont az értelmi és értelmiségiek közül meglepően sokan támogatták ezt a rendszert, hát főleg az elején. Hát olyan személyeket, a zenei direktóriumban tényleg benne volt Kodály Zoltán, Bartók Béra, a nyugatosok közül nagyon sokan részt vettek a különböző rendezvényeiken, és népszerűsítették is azt, mert ugye papíron ez nagyon jól hangzott, és papíron nagyon szépnek tűnt ez, hogy majd mindenki egyenlő lesz, és majd elosztjuk a javakat egyenlően, és aki eddig szegény volt, most majd az is részesedhet ezekből a javakból, aztán persze kiderült, hogy igazából itt egy pártnak és néhány személynek a diktatúrájáról van szó, aztán még nagyon sokszor kiderül majd ez. Támadást indítottak az egyházak ellen is, betiltották a hitoktatást, mert hát nyilván az egyházban a régi rendszernek a híveit látták. A Tanácsköztársaság igyekezett megvédeni Magyarországot, Magyarországnak az ezer éves határait, és ezért ugye mozgósítani kezdték az országot, elkezdték toborozni a Vörös Hadseregbe az embereket, hogy mi védjük meg a saját fegyvereinkkel hazánkat, és aztán majd jön keletről a szovjet Vörös Hadseregnek a segítsége. Ugye elkezdődött ez a toborzás, és ebben nagyon sokan beálltak olyanok is, akik az első világháborúban szereztek tapasztalatot, olyan tisztek például, akik nem voltak ugyan kommunisták, de a szakértelmükkel Magyarország megvédését támogatni akarták. És erre hajlandóak voltak a tehetségüket, tudásukat odaadni. Elindult az északi hadjárat, amely kezdetben nagyon komoly sikereket ért el. Ez az északi hadjárat ugye egészen felment északon a lengyel határig, tehát a későbbi lengyel határig, mert ugye Lengyelország majd pont ekkor ebben az időben alakul meg. Bártfát elfoglalják, Eperjest elfoglalják, Kassát ugye elfoglalják, és tulajdonképpen a hatalmuknak a támogatására és a világforradalom eljövetelét alátámasztandó, kikiáltják Eperjesen a szlovák tanácsköztársaságot is. Stromfeld Aurea vezeti az északi hadjáratot, aki egyébként egy nagyon tehetséges hadvezér. Hát amikor a békekonferencián meghallják, hogy a tanácskormány harcol, és nem is rosszul, akkor megérkezik Magyarországra a Clemenceau jegyzék, ami azt irányozza elő, hogy a magyarok azonnali hatállyal vonuljanak vissza a kijelölt területek mögé, és hagyják abba a további harcokat. Cserébe a már ekkora Tiszáig nyomuló románoknak az Antant küld egy felszólítást, hogy ők pedig vonuljanak vissza, hát az általuk kijelölt helyre, mondjuk a demarkációs vonal előtti területre, tehát a Nagyvárad mögötti területre például. Ugye a magyarok ekkor ezt megteszik, és kihirdetik, hogy a magyar hadsereg vonuljon vissza, a Clemenceau jegyzéknek megfelelően. Miért tették ezt? Hát azért, mert a proletár diktatúra fenntartása fontosabbnak bizonyult, mint az, hogy Magyarország határait megvédjék, mint ez ezzel kiderült. A magyarok visszavonulnak, ez persze demoralizálja a hadsereget, nagyon sokan már előtte felülnek a vonatra és hazajönnek, és a vérrel megszerzett területeket így visszaadni, tehát tulajdonképpen szétesik a hadsereg, de mégis elindítanak a Tisza vonalánál, elindítanak a románok ellen egy támadást, amely a teljes kudarc, és ami ezután következik, az meg még rosszabb, ugye a román hadsereg nem hogy a Tiszánál nem áll meg, hanem bevonulnak Budapestre, majd később egészen Győrig nyomulnak, és a tanácskormánynak hát nincs más választása, mint hogy lemondjon. És augusztus 1-én véget ér a 133 nap, augusztus 1-én Kumbéláig lemondanak, és például személyesen Kumbéla, ugye Ausztria irányába távozik. Összefoglalva tehát az eddig elmondottakat, ehhez a témához kapcsolódóan, először ugye a nyitóképünk az az, hogy háborús kimerülés van, kaotikus állapotok Magyarországon, több százezres tüntetések, ez torkolik az őszi rózsás forradalomba, amikor is ugye a császári, illetve királyi jelvényt leszedik, és őszi rózsát tűznek a helyébe, és az őszi rózsás forradalom után a Károlyi kormány intézkedésével elindul egy demokratizálódás, egy polgári állam kiépítése. De aztán jönnek a külpolitikai kudarcok, ami egyrészt népszerűtlenné teszi Károlyit, másrészt világossá válik, hogy ha nem történik valami, Magyarország nem tudja megőrizni se a területi integritását, se az ezer éves határait.
Ezután jön a VIX-jegyzék, ami további területek kiürítését irányozza elő, a VIX-jegyzék következtében Károly lemond, és ekkor egy puccsal a kommunisták kerülnek hatalomra, Kun Béla vezetésével kikiáltják a tanácsköztársaságot, elkezdik a proletár diktatúra kiépítését szovjet mintára, viszont amit pozitívumként lehetett a számlájukra írni, legalább elkezdték az ország védelmét hát megpróbálni, és ugye az északi hadjárat az sikerekkel járt, de aztán a Clemenceau jegyzék hatására visszavonultak, a hadsereg szétesett, augusztus 1-én pedig a tanácskormány is megbukott. Köszönöm szépen a figyelmet!